Igazi fesztivál hangulat volt február 24-én Dunaújvárosban. Kolbász fesztivál hangulat. Tökéletes helyszínek bizonyult a felújított Monbach kúria udvara, ráadásul belépve és első pillantásra sokakban működött a wow érzés, ugyanis gyönyörű lett az épület komplexum és környezete. A fesztivál beharangozójában arról beszéltek, hogy Pentele új égkövéről van szó. Nos, nem túlzás. A felújított Monbach kúria valóban az lett. 10 csapat vágott neki a kolbásztöltésnek, és nagyon rövid időn belül Pentele különlegesen finom illat felhőbe burkolódzott. A csapatokat és a kilátogató érdeklődőket Pintér Tamás polgármester köszöntötte. Kedves hölgyeim és uraim, töltsünk együtt egy délután. Ez a szlogene a 12. kolbászköltő fesztiválnak, aminek a fantasztikusan felújított Monbach kúria a helyszínt. Átadnám a szót Pintér Tamás polgármester úrnak, aki köszönti a megjelenteket. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Most én azt gondolom, hogy egyébként ilyenkor a legrosszabb, hogyha ideáll egy politikus, és mondjuk elveszi az időt azoktól a csinos lányoktól, akik utána fognak következni itt a színpadon. Nem is tudok ilyen szép látványt nyújtani, illetve még politikai beszédet sem kellene mondanom, mégis én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus alkalom, és én nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy annyi uszítás ellenére is ilyen szép számmal eljöttek a felújított Monbach kúriába, és velünk együtt ünneplik ezt a szép közös családi délutánt, amelyet így együtt tölthetünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, remélem fogyasztottak pálinkát, rétest és kolbászt is mindannyian. Hogyha nem tették ezt meg, akkor még szerintem még található majd az asztalon egy kis kóstoló. Érezzék jól magukat, kóstoljanak nagyon sok pálinkát is, de kolbász leginkább, mert enni is kell az italhoz, és élvezzék a következő műsorokat. Köszönöm, hogy itt vannak. A kolbásztöltő csapatok feladata az volt, hogy a helyszínen elkészített saját fűszerezésű alapanyagból töltenek és kisütnek, majd a kisütött kolbászokból a zsűri számára egy párat tálalnak. És higgyék el, a zsűrinek sem volt könnyű dolga. Sebőné Hajnal Margit zsűritag, a Pentelei Nyugdíjas Klub vezetője így nyilatkozott már az értékelés után. Kellemes élmény volt, most zsűriztem itt először, és érdekes volt a felhozatal, voltak igazi régi hagyományos, igazi parasztkolbász ízek, de voltak egy kicsit furcsák is, de kellemes volt, jó volt, jó ízek voltak összességében. Délután az eredmény hirdetést már nagyon sokan várták, a zsűri munkáját, feladatát, felelősségét Mezei Zsolt alpolgármester így közelítette meg. Ilyenkor szoktuk mondani azt, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt, de most tényleg nem mondok nagyot, hogy tényleg nehéz dolgunk volt. Nem azért, mert csak jók voltak a kolbászok, hanem azért, mert sok is volt. Azért nézzenek ránk, mindannyian kis egyszál belűek vagyunk, ahogy szoktuk mondani, férfiak. Tényleg nehezen lehetett ennyi fejtet megkóstolni, és tényleg mindegyik egytől egyig remek volt. Nagyon kevésen múltak a helyezések, egy-egy pontszám, egy-egy tálalásmód volt az, amelyiket eldöntött a kihányadik hely. És akkor a kihányadik hely. Ha bárki azt gondolná, hogy végül is nincs jelentősége, már hogy ne lenne. A díjkiosztó ünnepségen kiderült az idei megméretés győztese, a Pentelei ízvilággal operáló Kocka és Pusi gárdája lett, a második helyen a Sertés Osztag nevű alakulat végzett, míg a harmadik helyet a Strandbüfé csapata hódította el. És akkor a nyertes interjú Jurinka Tamása, akit még akkor kérdeztünk, amikor nem volt ismert a végeredmény. Jurinka Tamásik egyébként minden évben versenyeznek, most 35 kiló kolbászhúst kevertek és sütöttek, majd osztogattak körbe. A tányért most vitték el az előbb, még nem tudjuk a helyezéseket, de jó helyezése számolunk, úgyhogy szívvel, lélekkel mindent beleadtunk, úgyhogy ennyit. Nagyon jó volt a hangulat a csapatot. Így van, ez nálunk az első, minden erre teszünk fel, a hangulat legyen jó, a többi már a zsűriken múlik. Nos, a jó kolbászhoz tehát kell a jó hangulat, de a legfontosabb a végeredmény. Természetesen a Kolbász Fesztivál egy remek közösségi rendezvény is volt. Folyamatosan járt a kisvonat, rengetegen érkeztek és érezték jól magukat, kóstoltak pálinkát, rétes kolbászt. A kúria közösségi terének debütáló eseményén közreműködött a Dunaújvárosi Vasas Tánc Együttes, valamint a közelmúltban a települési értéktárba is bekerült Pentelei Kék ne felejts népdalkör.
a közönség szórakoztatásáról pedig a Cappuccino zenekar talpalávalója gondoskodott. Végezetül pedig Pintér Tamás így összegzett. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek a mai rendezvényünkre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép köszöntője a felújított Momba kúriának, illetve ez még csak a külső részének, hiszen a belső részeket azt még majd március 14-e után fogjuk majd bemutatni a nagy közönség számára, amikor majd kiállításokat fogunk majd szervezni, illetve különböző rendezvényeket. Viszont már azt látom, hogy erre a mai rendezvényünkre is rendkívül sokan eljöttek, aminek nagyon örülök. A tudósítás összeállításánál volt némi szerkesztői dilemma, hogy szerepeljen-e benne a fesztivált megelőző, hát nevezzük politikai purpárlénak, és legyünk ezzel ünneprontók, de ezzel kapcsolatos kérdésünkre állást foglalt Pintér Tamás, mi pedig akkor ezt most továbbítjuk. Valójában én azt gondolom, hogy ez az elmúlt napoknak a cirkusza, amit a fideszesek csináltak, az hozzájárult ahhoz a sikerhez, amit itt a hátam mögött láthatnak a kedves nézők is. Na, azt láttam az elmúlt órákban itt, hogy nagyon sokan idejöttek hozzám, és próbálták biztatni minket, hogy ne hagyjunk ezeknek az embereknek olyan lehetőséget, hogy elészték innen is a rendezvényekről, a jó hangulattól az embereket, a dunaivárosiakat, hanem legyünk magunk, csináljunk jó rendezvényeket, érezzük jól magunkat. Hát mi így is leszünk, megfogadtuk az embereknek a tanácsát, a dunaivárosiak mindig azt mondják, hogy szórakozzunk, most egyszer van, amikor így el tudunk ide jönni is. Jöjjünk el, érezzük jól magunkat, közösen együtt. Szerintem erről kell szólnia az egész, nem pedig a politikáról. Azt most magunk mögött adjuk. Szeretnék elfogult lenni és azt mondani, hogy miénk volt a legjobb, de az az igazság, hogy én most nagyon sok kolbász végigkóstoltam, és nagyon sok csapatnak megkóstoltam azt, amit itt az elmúlt órákban csináltak. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon tudok most már különbséget tenni. Nagyon finom volt, az tény, de itt az zsűri, amik pontoznak a tányérokon lévő csodákat, az gyakorlatilag már nem is csak az ízüket, hanem a látványát, azt a felkészülést, amit a csapatok az elmúlt órákban itt csináltak, az egységes megjelenést, a jó hangulatot, szóval mindent együtt véve adnak majd egy pontszámot, és én nagyon örülök annak, hogy a legjobb csapat az valóban azok az emberek lesznek, akik mindent beleadtak, szívüket, lelküket ezekbe a kolbászokba. Hát ennyi. Így telt a 12. Kolbásztöltő Fesztivál tökéletes helyen, tökéletes résztvevőkkel, tökéletes hangulatban. A szervezők pedig folytatást ígérnek. Mi nyertünk?